Jó estét kívánok, köszöntöm a Városi Televízió nézőit. Beszélgetésünk a ma este a katonasághoz kapcsolódik. Köszöntöm a stúdióban megjelent vendégünket, Tóth Imre őrnagyot, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság második Katonai Igazgatási Központ toborzó részlegvezetőjét. Milyen lehetőségeket kínál a katonaság az érdeklődők számára? Üdvözlöm a nézőket! Hát a katonaság ugye nagyon sokféle katonai szolgálatformát és mellette természetesen továbbtanulási lehetőséget is tud biztosítani. Ugye korosztálytól, illetve végzettségtől megfelelően különböző lehetőségek tárhelye lehetünk. Az egyik ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetemünk, akik elsősorban a 18. életévét betöltött magyar állampolgárok, érettségivel rendelkezők és valamilyen középfokú nyelvvizsgával rendelkezőket várja. Ennek a felvételi eljárása nem külön, mint bármely felsőoktatási intézmények. A felvi.hu-n keresztül várjuk a jelentkezéseket, de mégis egy kicsit ki kell emelnünk, hogy van egy speciális felvételi eljárás, ami ugye az alkalmassági vizsgálatot fogja takarni. Tehát nem elég a megszerzett pontszám, mellette ugye mi meg fogjuk vizsgálni a jelentkezőinket, hogy katonai szolgálatra alkalmas minősítése, vagy nem. Ezen kívül milyen lehetőségeket kínálnak? Hát, hogyha további lehetőségeket mondhatnánk, ugye, akkor egy kicsit talán a Kratokvil Károly Honvéd középiskolánkról is szót ejthetünk. Ennek az iskolának ugye egy HM fenntartású iskola, amelyben egy szakmai felkészítés történik a civil életre, de egy katonai nevelést kapnak az ottani tanulók. Ugye a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezőket várjuk ebben az iskoláknak a jelentkezésére, ugye megfelelő időtartamba, jelentkezési időtartamba. Illetve ugye, hogyha valaki már végzett, érettségizett, és nem szeretne mondjuk a főiskolára menni, akkor nekik van lehetőségük nálunk jelentkezni a most már harmadik éve megjelenő acélkocka programunkra, ami igazából egy szerzéses jogállású katonai szolgálat, egy tanfolyam jellegű vezényéssel kerül a sor a fiatalra, egy éves képzésről beszélünk. Maga a jelentkezés az nem más, mint bármely szerzéses jogállású katonának, tehát bejön a toborzóirodába, kitölti az ottani megfelelő adminisztratív papírokat, megnézzük, hogy alkalmas-e katonának, és az ő végzettsége, képességének alapján az altiszti akadémiánk egy bizottság előtt kell megfelelnie. Ha ez sikeresen végigmegy, akkor úgymond szerződés köt a honvédséggel, és egy éven belül hivatásos altisztet fognak belőle nevelni. Maga a program, ugye mivel említettem, hogy egy éves, az összetétel az úgy néz ki, hogy egy 6 hónapot elméletben, illetve egy alapkiképzés fog majd az ottani pályázó megkapni, illetve ezt követően egy szakmai felkészítése fog megtörténni. A 6 hónap arra elegendő, hogy egy általános katonai kiképzése meglegyen, ezt követően pedig minden végzettségének megfelelő munkakörre fogjuk felkészíteni, ugye itt különböző szakok lehetnek, tehát itt lehet akár egy pénzügyi, logisztika, egészségügyi, lövész, felderítő is, hagyd ne soroljam fel, hogy mennyi számtalan területre tudunk képezni ugye a honvédség berkein belül. Tehát a következő 6 hónap, vagy az utolsó 6 hónap ebben fog felkelteni, illetve a tudását ezzel fogja bővíteni a fiatal, hogy nálunk hogyan is van ez a szakterület. Nézzük ennek a tapasztalatairól, mit tudna beszámolni, hogyan tudná jellemezni itt a képzést? Hát maga a képzés ugye, azt tudom elmondani, hogy mint az elején is elmondtam, ugye már a harmadik éve indul, eléggé közismert és nagyon jó számokat produkáltunk az elmúlt években is. Összességében ugye több mint 70 ember jelentkezett nálunk, ugye ebből nem lett mindenki altiszt, de természetesen maga a jelentkezés szándékát, az alkalmasságot azt megnéztük, mintegy 40-43 ember tudta beadni alkalmasságnak a jelentkezést, tehát a pályázatot az Altiszt Akadémiára, és szerencsések is voltunk, mert 43-ból ilyen 40-41 fő sikerült is, hogy felvegyék erre a képzésre. Mint említette, a képzés során szakosodhatnak is a fiatalok. Erről mit tudhatunk egy kicsit részletesebben? Hát pontosan, hogy kivel mi fog történni,
Igazából itt el lehet azt mondani, hogy a szakosodás követően, tehát maga a szakirány, abból én nem tudok mondani, de azt igen, hogy a pályázó, amikor bekerül ebbe a programba, akkor szakiránya fogja meghatározni, hogy milyen helyőrségbe, melyik városba fog dolgozni. A jelentkezés menete mennyire bonyolult procedúra egyébként? Abszolút nem bonyolult, bármely szerzéses jogállású katonánk jelentkezése, illetve felvétel eljárása történik. Tehát ha valaki nálunk a Debrecen Péterfia út 58A alatt lévő Tobozirában jelentkezik, vagy oda eljuttatja a jelentkezési lapját, ő neki egy tájékoztatás követően egy alkalmassági vizsgálatot fogunk megszervezni, ami alkalmassági vizsgálatunk ugye Kecskeméten van. Egy egészségügyi, pszichológiai és egy fizikai alkalmasságon kell megfelelni. Hát ez benne van a nevében, ugye az egészségügy az különböző szakorvosi vizsgálatot jelent, tehát tetőtől talpig megvizsgálják a fiatalt. Ezt követően a pszichológiai résznél ugye a rátermettséget, illetve a személyiségét, a IQ-ját, rövidtávú memóriáját vizsgálják, és ezt követően pedig a fizikai alkalmasságot nézik meg, ahol ugye a honvédségi berkein belül nem csak akkor, hanem rendszeresen visszatérve, tehát évente ezt mindig felülvizsgálják, ugye ez nálam is igaz, tehát kornak is nemnek megfelelően egy pontozásos rendszerben vesz részt a jelentkező, három gyakorlati részből áll, egy futás, fekvőtámasz és haspész gyakorlatból. Jól tudom, hogy a képzés során is már juttatást kaphat a fiatal, aki jelentkezik? Igen, a képzésünk legnagyobb előnye talán ezt tudom mondani, és lehet ezért is a legnépszerűbb. Ugye, mint az elején is elmondtam, egy tanfolyam jellegű, tehát ő szerzéses jogállású katona, és ezt követően ő egy fizetésért fog dolgozni. Ugye, aki most nálunk egy érettségivel rendelkezik, az egy nettó 170 ezer forintot tud alapbérként hazavinni, és az egyéb juttatásról nem is beszélve. Tehát ezért fognak mondjuk tanulni, illetve szakosodni. Térjünk át akkor most a tartalékos szolgálatról. Erről mit tudhatunk? Hát az aktív szolgálat mellett természetesen van egy másik katonai szolgálat formánk, ez a tartalékos szolgálat formánk. Hát már most ebből is széles palettával rendelkezünk, műveleti tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos. Ez a két legismertebb és legnépszerűbb. Igazából ugye a médiákban is ezeket harangoztuk be. Az elmúlt időben ezeknek a jelentkezése nem csökkent, inkább nőtt, tehát nagy az érdeklődés. Olyan, általában olyan magyar állampolgárok jelentkeznek, akik a munkahelyük mellett szeretnének valami honvédelmi feladatban részt venni. Ugye, hogyha azt mondom, hogy a műveleti tartalékos benne van a nevében, tehát aktív szolgálatot teljesítő katonák mellett vagy helyett fognak kisebb, rövidebb távú szolgálatot teljesíteni. Ez azért évente egy körülbelül egy 2 hónapos szolgálati viszony, ami vagy osztott, vagy teljes egy idejűleg tudnak szolgálatba vonulni. Ha egy kicsit másfele tekintünk, ugye ez a területvédelmi tartalékos, ez is benne van a nevében, ugye a területvédelmi feladatoknak, ők nekik a elhelyezésük, illetve a feladatrendszerük alapvetően úgy néz ki, hogy ott helyben, ha van feladat, akkor erre tudják bevonni a Magyar Honvédség irányából, illetve a kiképzések, ugye mert senki se katonának születik, a kiképzések határozzák meg, hogy ki milyen feladatban tud részt venni. Tehát nekik van a munka mellett egy olyan program felállítva, ahol 2-3 munkanapot vesz havonta igénybe ezek a kiképzések. Imre, hogyan fogalmazná meg a képzéseket, kiknek tudná ajánlani? Hát a képzéseket mindenkinek tudom ajánlani, hála Istennek, aki a 18. életévét betöltötte, egészségesnek érzi magát, büntetlen előlettel rendelkezik, és ugye megvan a minimum 8 általános iskolai végzettsége. Ezeket a képzéseket azért nem lehet így mondjuk korra is nemre, mert maga a programunk is úgy van meghatározva, illetve úgy van kijelölve, hogy bárki részt tud ebben venni. Az iskolai végzettség pedig azt fogja nekünk nyújtani, hogy kit milyen képessége, végzettsége alapján tudunk szakosítani, tehát munkakörbe helyezni. Hogyan lehet jelentkezni az egyes képzésekre? Akit bármilyen katonai szolgálat formai érdekel, akkor utána tud olvasni a www.irányasereg.hu-n, vagy szereti a személyes kapcsolatot, az keressen minket a Debrecen Péterfia út 58/A alatt lévő ügyfélszolgálatunkon.
egy kicsit essen azért szó az ön személyéről is, illetve az ön személyiségéről. Önt annak idején ez a pálya hogy is vonzotta, miért vonzotta, mi volt benne vonzó? Hát a hazaszeretet, ugye itt nem nagy szavakat használva, de alapvetően ugye egy hivatásos katona, talán ez az alap, ami igazából megfordult. De igazából, hogyha azt nézem, ugye fiatalként, 19 évesként kerültem a pályára, 18 éves elmúltam. Én úgy gondolom, hogy az a biztos jövő kiszámíthatóság, ami a Magyar Honvédségnél megvan, ezt nekem a kinti cégek nem tudták biztosítani, és én úgy gondolom, hogy a mai napig én ezt előnyben részesítem. Imre, ez lesz a végszó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önöket pedig arra kérem, maradjanak továbbra is itt a Városi Televízió műsoránál.